És a mai adás apropóját a közelgő MVM Future Talks adja, ahol mindenféle nemzetközi technológiai nagyágyú mondja majd el, hogy kik alakítják a jövőt, és hogy az jó kezekben van-e, de mi előtte megnézünk egy nagyon-nagyon spéci kütyüt. Na és a többség már megszokhatta, hogy itt a vlogon időről időre bemutatunk érdekes, aranyos, szórakoztató és időnként olcsó, időnként kicsit drágább kütyüket. Na most, amit most mutatunk be, az se nem kicsi, se nem olcsó. De nagyon-nagyon szórakoztató. Igen, a mai adásban a Boston Dynamics-nek a kutyáját fogjuk bemutatni, ami egy legendás jószág, mert hogy hát körülbelül egy évtizede sokkol minket a fejlesztő cég azzal, hogy mi mindent tud csinálni ilyen kutyaszerű lényekből. Ugye volt először a Big Dog, ami össze-vissza zümmögött, mert szerintem valami benzinmotor vagy hasonló volt benne, de emlékszünk arra a felvételre, amikor először szembesültünk azzal, hogyha valaki oldalba rúgja egy domboldalon, ami tele van falevelekkel, akkor sem borul el, hanem megtartja az egyensúlyát, és aztán hosszú évek fejlődés volt az, ameddig eljutottunk végig, a Spotify. Minden van, meg tudta csinálni a szexi csokoládé. Szexi csokoládé? Tudtam az előbb egy lábbal dobbantani. Szexi csokoládé? Az előbb megcsinálta egy lábbal. Hát így, kell próbálkozunk. A kutyáról egyébként azt kell tudni, hogy ezt a Boston Dynamics 2016-ban jelentette be, mármint hogy ő már készül. 2018-ban mondták meg először, hogy mikor indul a kereskedelmi forgalmazás. Eredeti tervek szerint 2019-ben indult volna, de arra végül nem került sor. Ám a Massachusetts-i rendőrség kapott akkor egy darabot belőle, és az elég híres volt az a felvétel, amikor a robot járőrözött a rendőrökkel együtt. Aztán 2020-ban megindult végre a kereskedelmi forgalmazás, 2020 nyarán, szóval két évvel ezelőtt lehetett az első példányokat megvenni, akkor még 75 ezer dollárért, de most már csak felpimpert verziókat lehet venni valamivel több mint 100 ezer dollárért. Szóval aki akar magának egy ilyen kutyát, annak rá kell szánnia, hát ez mennyi most? Percenként változik? Mennyi 100 ezer dollár? 44 millió? 45 millió? 46 millió? Hadd mutassak valamit a kutyulin-mutyulin. A másik nem arra az oldalra, hanem így el. Igazából meg is tudom löpni. Akkor sincsen semmi baj, hanem így kiegyensúlyozza magát. Gyere vissza! Gyere kutyus! Gyere! Mit csináltam? Nem, én löptem meg. Kicsit ráhúzom a zoomot. Ez egy magyar cég tulajdonában van ez a kutyuska, amit úgy hívnak, hogy Oxit. Ők kísérleteznek vele, és ma ellátogatunk hozzájuk, és megkérdezzük, hogy mégis mi a fenét lehet csinálni egy ilyen kutyával, és az önök kérdés, ezt így hogy? Én az Oxit Kft-t két évvel ezelőtt vettem át, akkor az volt az alapelgondolás, hogy, és egyébként mai napig is ez egy üzletstratégiai rendezői elvként funkcionál, hogy kiterjesztett valóság alapú owners manuálokat, illetve ezzel kapcsolatos MRO-val kapcsolatos tevékenységet szeretnénk, fejlesztéseket végezni. De ez mit jelent, hogy az merik persze tudom, de hogyha esetleg valamit véletlenül nem tudnád, mit jelent. Tehát ez a karbantartás, javítás, üzemeltetés. És utána nem sokkal jött képbe a Boston Dynamics-nek a Spot robotja, amiben hát nem csak azért, mert szeretjük a robotokat és nagyon tetszik maga az eszköz, hanem mi látunk azért benne üzleti fantáziát is. Mi ezt külső adatgyűjtésre használjuk, illetve tervezzük használni a jövőben is. Példaként említhetném mondjuk digitális ikrek megalkotását, ezt mondjuk egy lidarral, egy payloaddal tehetjük meg, ami ugye egy pontfelhőt generál, amiből aztán egy háromdimenziós képet alkotunk. Ezen túl attól függ, hogy milyen payloadot raksz rá, nagyon széles körű a felhasználhatósága. Egyébként az mesterséges intelligencia azért is jött képbe nálunk, mert nagyon jó kiegészíti mind a robotikát, mind a kiterjesztett valóságfejlesztéseinket. És a robot azon kívül, hogy mindenféle tudományos izére, mód felett alkalmas, teljes baromságokra is lehet használni. Menj és sétáltasd meg magad. Szépen! Erik! Így most még nem tud semmit, igaz? Mert hogy még az aksi sincs benne, ha jól értem.
Igen. És ez az aksia. Sőt, mind a négy, ha jól tudom, ugye? Ezek az akkumulátorai. Igen, mind a négy akkumulátor. És most már készen áll arra, hogy elinduljon? Tehát ennyi kell, hogy az aksit berakni, és mehet is? Beraktok, és akkor... Megnyomhatom én? Ez a power gomb. Nézd, és egy igazi power gomb van rajta, szóval, hogy mint a tévéken, vagy bármilyen audiovizuális eszközön. Csak nyomjam meg, és feláll? De nem támad rám. Amikor megnyomod, akkor elkezd a belső számítógépe bútolni. Jaj, értem. És történik. Ha működtetjük fél óra, egy óra, az üzemidő. Utána vissza kell ballagni a töltőállomásra, hogyha van neki, vagy pedig akkor akkumulátort kell cserélni. De akkor be lehet küldeni valami helyszínre, hogy ott dolgozzon, és egy órán keresztül valószínűleg tud járőrözni, felmérni helyszínt, így van. És utána jön vissza. Így van, abszolút. És mennyivel tud menni? Ilyen 3-4 km/h? Azt hiszem 1,6 méter per sekundó. A sebesség, ez egy gyors séta. Ráadásul tere függetlenül. Tehát ő lépcsőt mászik, átmegy a görgőkön. Gyakorlatilag szerintem az egyik jobb, mint egy lánctalpas robot. Ezért látunk benne nagy fantáziát, mert minden olyan helyre el tud jutni, ahova egy ember. De nem kell félni tőle, a vészleállító bármikor működik, itt lesz egy piros gomb, azt mondtam, hogy stopp, akkor szépen leül. Jó, tehát a világhatalom átvétel és közte ez a piros gomb van, és ezt bármikor van, meg lehet ez nyomni. Bármikor meg lehet nyomni. A hatótávolságon belül van. És akkor most már csak el kell indítani? Igen, itt van egy ilyen segítség a konzolon, hogy mely gombokat kell megnyomni, akkor azt mondjuk neki, nyújtózkodik, nem olyan, mint én reggel. Kellemetlenül átfordul a másik oldalára. Rád néz, figyel! Ez felénfordult, és ugrásra készen van. De tényleg olyan, mintha támadni akarna. Hú, emlékszel a Robot Zsarónak arra a jelenetére, amikor bemutatták az igazgató tanácsnak az új robotot? Az ED209. Igaz, mert rosszul sült el a bemutató, ha jól emlékszem. És ilyenkor ő megáll, hogyha falnak menne? Tehát, hogy megáll, igen. Felülbírálja azért a parancsot. Igen. Az objektum elkerülő képességgel rendelkezik, tehát hogyha az András azt mondja neki, hogy erre jöjjön, és én beállok az útjába, akkor megpróbálja megoldani a feladatot, megpróbál kikerülni. Ha nem sikerül neki, akkor megáll, tehát semmiképpen nem jön nekem. Az előfordulat, hogy rálép a lábamra, ez nem olyan kellemetlen egyébként, de ez a legnagyobb kár, amit okozni tud. Van azért ebben valami rettenetes rémisztő így elsőre. Én elhiszem, hogy meg fogjuk szokni, de hogy ilyen stabilitással megindul egy robot az ember felé, és látszik, hogy többé-kevésbé kibillenthetetlen az egyensúlyából, azért az ijesztő. Jöjjön ide még egyszer! Na nézzétek! Gyere csak, gyere! Na nem? Ugye? Ugye látjátok, hogy miről beszélek? Hát beszorított a sarokba. Tehát, hogy már is. Valós és természetes annak ellenére, hogy nem egy élő lényt látunk, igaz? Igen, a mozgása az egészen hátborzongatóan tökéletes. Nem könnyű kibillenteni az egyensúlyával. Önmaga. Ekkóvá talpon maradni. Nagyon igyekszünk persze, meg lehet látani, de rendkívül kifinomul. Ha bármi történne és mégis világuralomra törnél, akkor mi jóban vagyunk, igaz? Jól van. Ezt akartam látni, tehát hogy így át lehet váltani arra, hogy ne menjen. Tehát tulajdonképpen ez a távirányítója, és ezzel lehet előre-hátra irányítani, de van két állapota, az egyik az, amikor megy, vigyázz, most elindul. Jaj, ne idegesíts. És elküldtem valahova! Oké, ez egy harmadik állapota, mindjárt visszahozom. Szóval, hogy be lehet neki azt is állítani, hogy itt a kamera képet látva ő hova sétáljon el, és akkor megteszi egyedül az utat a helyszínre. Egy joystickra irányítani valamivel szórakozhatóbb, egy kicsit ijesztőbb így, amikor magától megy. Igen. Ugye, ilyen furcsán és beteg módon aranyos. Szóval van ez az állapota, amikor megy előre-hátra, és aztán át lehet váltani álló üzemmódra, és akkor nem a lábait mozgatja, hanem felle néz, jobbra-balra. Megvakarom a szállat. Figyeljetek, szóval, hogy itt látszik a kamerának a képe, összesen 4 kamera van rajta, és ki tudjuk választani, hogy melyik kameraképet akarjuk nézni, és ha megnézzük, hogy mi van a feneke mögött, és odabökök a térképen, vagyis a szobán, akkor ő elmegy oda. Aztán utána átváltunk egy másik kameraképre, akkor oda megy, előre megy, oldalra megy, bárhova elmegy, ahova mondjuk neki. Nagyon ügyes. Szia, ügyes vagy. Ne ölj meg minket, a barátaid vagyunk.
Jó, mi? Szóval egyszerűen megunhatatlan. Ami van egy kar, amivel mondjuk egy ajtót ki tudjuk nyitni, igaz? Tehát van egy olyan verzió. Ez gyári verzió, azaz, hogyha te olyat szeretnél, akkor olyat szállít neked a Boston, azt nem fogod tudni leszedni, nem cserélheted le, nem is lennél rá képes. Ezt így adják. Karra. És ez mi mindenre jó, az a karos verzió? Hát a karban van egy 4K-s kamera, tehát ezt már nagyon sok dologra lehet használni, hogy olyan helyekre betekintsen a robot, ahol egyébként nem tudna a saját sztereó kamerájával, vagy a kamerarendszerrel, amit rátelepítesz. Ez az egyik. A másik pedig, mint egy manipulátor, megfogja a kilincset, vagy elzár egy csapot. Sok lehetőség van. És akkor be tudom programozni arra, hogyha otthon nyitva hagytam mondjuk a csapot, vagy adott esetben a vasalót bedugva hagytam, akkor ő oda tudjon menni, és ha ezt érzékeli, hogy ott van a konnektorban valami, akkor ez csak programozás kérdése, hogy ő mondjuk kihúzza a vasalót a konnektorban. Valójában igen, hisz ha felprogramozott, megismeri a vasalót, megismeri a konnektort, megismeri azt is, vagy akár meghallhatja, hogy csöpög a csap. Uh-huh. És elzárja. Van egy plusz számítógép, azt is rá lehet rakni, és azon keresztül tud kommunikálni bármilyen külső eszközzel az ő belső szoftvere? Ez az eszköz az. Uh-huh. És ezt is ők adják? A Boston Dynamics fejlesztette? Ezt Boston fejlesztette, ők gyártották. Mi egy Velodyne LiDAR-t használunk, szintén Boston, és egy PTZ kamera rendszert, ami gyakorlatilag mindent lát, mondjuk így. Fel! Nem, fel! Hozz Túró Rudit, jó? De, Túró Rudit, hozzál! Éhes vagyok! Hozzál! Erígy! Hozz! Kajálni. Adtak vissza? Jól van, ügyes van. Jól van, jól van. Na, ezt innen. Szaladj! Játsz egy kicsit! Egyelőre játszunk vele, felfedezzük, hogy mit tud. Vannak hozzá payloadjaink, amikkel tudunk kameraképeket, pontfelhőket készíteni. És ezeknek az elemzése, képfeldolgozás, jelfeldolgozás, ez a mi feladatunk, és erre írunk programokat, hogy próbáljunk minél hatékonyabban tájékozódni a robottal, és meg tudjuk neki mondani, hogy ha az a feladata mondjuk, hogy körbe menjen egy telepen, akkor el tudjon menni A-ból B-be, és le tudjon olvasni például analóg vagy digitális mérőórákat, ilyen rutin ellenőrzéseket tudjuk. De hogy mondjuk ő legyen a következő időszak vízóra leolvasója, vagy például ez mit jelent? Ez lenne a cél. Autonóm mozgás a cél, hogy azt adjuk, tudjon önállóan tájékozódni, és kamerák, képekből bármiféle információt kinyerni. Be lehet őt vinni mindenféle sugárzás fertőzött helyre, vagy beomlott épületekbe, kihozni, vagy feltérképezni a terepet, hogy hol látnak sérült emberek, kihozni őket. A kihozása az még egy másik kategóriához, nyilván egy nagyobb robotra van szükség, de ő például arra tökéletes, hogy bármilyen terepre el tud jutni, ahova egy ember. Legalábbis ez az a megálmodott végső célja. Hogyha megmondod neki, hogy hova kell eljutnia, ő eljut oda. Erre, amit mi hozzá tudunk tenni, az az, hogy payloadot fejlesztünk rá. Egy a payload az bármilyen izé, amit rá applikál az ember, és amit aztán használ is a robot, igaz? Bármi, amit rá. Igazából itt van ez a két sín. Ez a te fejlesztő területed. Ide rátehetsz kamerarendszert, lidart, radart, akár LED lámpákat, gépfegyvereket, lángszórót. Azt nem. De miért tiltja a szabályzat? Tiltja a szabályzat. Ja, értem, de hát rárakadsz, csak nem illik. Így van. Hát akkor bukod a licenszedet a spothoz. Á, tényleg van egy ilyen lista, hogy ilyen. Mit nem rakhatsz rá, mert bukod a licenszedet? Így van. És a gépfegyver akkor, ha jól értem, ez az is elszerep. A hadi felhasználás nem engedélyezett. Aha. De életmentésre bármilyen, nem tudom, injekciós tűket rá lehet tenni akár, mondjuk nem garantálom, hogy ez jelenleg a orvosi sebészeti robotika ott tartana, hogy ezzel bármit el lehessen érni jelenleg, de akár
sebészeti robotkart is rá lehetne applikálni. Mi, mint akik drónozunk, ugye? Tehát, hogy csak egyszerű irányítani. Így ugyanúgy megy. Figyelni kell rá, meg tanulni kell, de hogy igazából pont annyi, mint drónozni. És... Igen, mert ugye az a nehéz a többségnek, hogy amikor szembe van veled, akkor másik irány a bal, mint amikor háttal van neked. Jó, de hát ez a drónozásnál ugyanez. Ezt megszokod. De hát ugyanez. Gyere ide! Gyere! Jól van, gyere! Bátran, jó kutya! Jól van! Annyit azért tudni kell róla, hogyha valamit elszúrsz, vagy ő úgy érzi, hogy nincsen jó helyen, akkor azért nagyot tud lépni, mert ugye 40, hány kiló? 30, 35? Hát, de most ez így nincsen meg, te 25 nagyon, vagy valami ilyesmi. Nagyon nehéz, úgyhogy ha valamit elrontasz vele, akkor elég zajt csinál, amikor ő eldől, vagy amikor... Amikor próbál nem eldőlni, mert ugye neki az az alapértelmezett, hogyha borul, akkor próbálja menteni a helyzetet. Na most az azt jelenti, hogy össze-vissza lépked, amiből következik, hogyha például itt elborulna, akkor ezeket a kis léceket simán kirúgná, miközben kapálózva próbál egyenesben maradni. Így van. Igazság szerint ebben az egész robotban, tudjátok mi a legmegdöbbentőbb? A legmegdöbbentőbb ebben az, hogy mennyire természetes az egész, nem? Hogy van egy technológia, amiről annak idején sokat gondolkoztunk a Jetson család nézése közben, és hogy most, amikor itt van, most már többé-kevésbé ez nem a jövő, hanem a nagyon is elérhető és nagyon is kézzelfogható jelen, amivel kapcsolatban a legtermészetesebb, hogy itt szaladgál az irodánkban egy ilyen robotkutya. Igen, már nincs, nem volt meg az a... Wow. A wow az megvolt, de hogy, ez nem az, hogy ez hogy lehet, az már nem. Igen, tehát az utak, okay. Ahová mi megyünk, ott már nincs szükség utakra, ugye ez az érzés nincsen. Nincs, teljesen természetes, hogy DeLorean repül. Az egy furcsa benne, hogy miért ilyen drága, miért nem olcsóbb, és miért nem játszanak ilyen nagy gyerekek otthon, nem? Két kutyánk van ugye, most áll fel a másik. Unitrinek az A1-es robotja fekszik most itt mellettem, mindjárt magához tér. Ugyanaz a process kávé, amikor bekapcsolod, akkor ellenőrzi a rendszerét és a motorokat beizítja. Ez a roboteszköz, ez azért nagy mértékben el van maradva a Boston Spot-tól, viszont gyakorlatilag motorszinten lehet programozni, ami nem mondható el a nagy testvérről, a sárga kutyáról. Mert ott vannak előre beprogramozott mozdulatok, és azokkal lehet variációkat végezni, itt meg új mozdulatokat lehet kitalálni? Pontosan, illetve ebben nincs objektum elkerülő képesség, tehát ha neki vezeted a falnak, ő megpróbál átrohadni rajta. Akkor nem vak, csak bátor. Kellene ide a kis tekerentyű? De ez kéne, és nagyon gyorsan kiesett. Ja. Árban hol van a kettő egymáshoz képest? Ugye erről beszéltük, hogy a 45 millió forint. Hát ez a töredéke. 20%-a kb. Ó. Annyi de volt, az eddig 8 millió forint. A Boston azt az utat követte, hogy 20 évig fejlesztett és kihozott valamit. A Unity pedig 4 év munkája után szintén kihozott valamit, ami nem túl rossz. De azért messze van még ettől, de nem is 20 évvel telt. Csak előre lát, ő még nem tud lépcsőt mászni sem. Tehát az, hogy nem ismeri fel az objektumokat körülötte, már azt jelenti, hogy autonóm nem is tud működni. De nagyon messze van tudásba a Boston Spot-tól. Jól van! Nem merek hozzányúlni, tudod? Tehát, hogy az van, hogy szemben a másik kutyával, ami érzékel engem, és valószínűleg úgy van kitalálva, hogy ne is bántson, azért, hogy itt odarakom a kezem, és ő oldalra lendül, akkor letépi a karomat. Azta! És akkor ezt nem tudja megcsinálni a Spot. Túl nehéz, nem elég erős a motor? Túl nehéz, ez 34 kg, ez a töredéke annak. És vegyük észre a csődületet, amit az utcán okoztunk. Akármerre járunk, mindig egy 5-10-15 ember gyűlik körénk, és hogyha egy kutya meglátja, az elkezd ugatni, szóval nyilvánvalóan konkurenciát lát benne, ami azt jelenti, hogy a Bostonnál valamit nagyon-nagyon jól csináltak. Nézzük a találkozást, nem ő inkább megrettent, szóval látja, hogy ki az alfa. De hogy a Bostonnál valamit nagyon jól csináltak, mert hogy sikerült annyira leutánozni a formát és a mozgást, hogy hát még párosodni még nem akartak vele a kutyák, de megugatni már megugatták számtalanszor, és elképesztően népszerű, szóval, mint hogyha mondjál egy nagyon kúrens világsztárt. Harrison Ford. Mondom, kúrens, tehát hogy nekem is csak ilyenek jutnak az eszembe, de olyat, aki nem... Rocco Siffredi. Hát azt mondtad, hogy kúrens legyen. Na mindegy, szóval, mintha egy nagyon nagy híresség lenne az utcán. Körülbelül úgy érezzük magunkat. Leonardo DiCaprio. Igen, Leonardo DiCaprio sétálgatna úgy ott városban. Elképesztő. Kovács Robertet keresem. Épp laki Kovács Robert? Nem, itt Szarakonor laki. Az is jó. Még jobb. Minden pofó jó helyre megy. Nagyon para. Na milyen? Nagyon durván néz ki. Egy kicsit most félek, de nagyon jól néz ki. Simogasd meg bátran. Biztos? Hát...
Nagyon jó. Kikerül engem, ha neki megyek, vagy ez ilyen önérzékelős? Hát nem megy neked, inkább azt mondom, de nem ugrik el előle, ha erre vagy kíváncsi. De akkor most mit csináljam? Nem tudom, dobjál egy botot. Dehogy dobok. De ez most nem önműködő, ez távirányítással működik. Hát tud automatán is egy csomó mindent. Ha beprogramozol neki előre egy útvonalat, hogy merre járjon el, akkor ő eljár arra. Én most azt arra gondolom, hogy rá lehet erre ülni? Rá lehet, ha gyerek vagy. Igen? Hány kilót bír el? 10-valahányat elvileg elbír. Na, és csak 40 millió forint. Tényleg? Aha. Tök jó. Bármit be tud vásárolni. Le tudja olvasni a vízórádat. Már ő is? Már mindenki az én vízórámat olvassa? Unatkozom, szórakoztas! Van egy mesterséges intelligencia csapata is a cégnek, és ővelük párhuzamosan próbálunk adatot gyűjteni a spotról. Ugye látszanak a képeken egy csomószor emberek, a embereknek a testtartásai, pózok, arcok, ezeknek a kivétele a képekből, meg elemzése, ez lenne most egy nagyon izgalmas projektünk. És ennek mi lesz a következmény? Tehát kiveszitek az emberi pózokat a képből, kielemzitek, és aznak mi lesz, mondja, egy felhasználási lehetőség? Jó, felhasználás. Például tudja, hogy kit kell követni az utcán. Tehát, hogyha te vagy a gazdája, akkor rád néz a spot, láthatja a kamerából, hogy kit követ, és akkor jön utánad. Tehát például ilyen alkalmazásokat lehet csinálni, hogy ráállítod valamilyen emberre, valakire, hogy ő vele menjen, és akkor őt követi. Cipeli például a felszerelésedet, vagy például vakvezetőnek is, mennyire jó lenne már egy vakvezető spotrobot. Valójában még mindent ezzel kell készíteni, nem? Tehát ő egy hordozó, aki így képes van elvinni azt a kamerát, amit fejlesztettek, és képes a hátán cipelni azt a számítógépet, amin fut a szoftver, amit ti fejlesztetek, de hogy minden, ami ehhez szükséges, az rátok vár, ő pedig képes ezt a szoftvert, meg ezt a hardvert elcipelni a hátán oda, ahova kell. Pontosan, így van. Ő csak egy nagyon okos távirányítós autó, mondhatjuk úgy is. A többi pedig rátok vár. Így van. Na és hát ez az adás nagyjából ennyi. Egyrészt megismertük ezt a robotot, másrészt nyilvánvalóan ez a bemutató arról is szólt, hogy valamelyes felkészülünk arra az időszakra, amikor majd ilyenek fognak szaladgálni mindenfelé, és látjuk, hogy az emberek jól reagálnak egyrészt arra, hogyha robotok szaladgálnak mindenfelé, másrészt meg halálra is rémülnek. Ami abból a szempontból érthető, hogy mindenki látta a Terminátort, meg azért látjuk azt is, hogy milyen korlátok vannak még egy ilyen országban. Igen, de egy fél nap játék után szokható az ő jelenléte. Szerethető. Igen. Én örülök neki, hogy itt van. Ti örültök neki, hogy ő itt volt velünk? Minden esetre azt azért érdemes figyelembe venni, hogy jelenleg már több mint 2 millió, majdnem 3 millió robot dolgozik világszerte, és a robotok elveszik a munkádat, azt tudtad? Általában egy robot 3 embernek veszi el a munkáját, és évente 400 000 robotot kezdenek aktiválni, ami azt jelenti, hogy évente 1,2 millió embernek veszik el. Mert hogy ezekből már van operatőr robot is, vagy hogy érted? Nem, de hát nagyon sokféle robot, nem belőlük van 2,7 millió. Hát de azért, hogy is az én munkámat? Tehát úgy szépen lassan. Én utána olvastam, van egy weboldal egyébként, ahol azt számolgatják, hogy pontosan mikor is fog megszűnni a munkád, és a mesterséges intelligencia mikor fogja tőled elvenni. De azért, hogy ezt a weboldalt nem kell meglátogatni, mert van egy ennél sokkal kézzelfoghatóbb és közelibb rendezvény, méghozzá az MVM Future Talks, amit november 10-én 18 órakor rendeznek meg, és amit online lehet követni a videó alá belinkelt oldalon. És ha oda kattintotok, akkor élőben meg tudjátok nézni, hogy mindenféle nemzetközi híresség, például Neil deGrasse Tyson, meg például Kevin Kelly, aki a Wired magazinnak az alapítója, azt hiszem, szóval ilyen nagyon nagy kutya, meg mindenféle hazai informatikai nagy kutya elkezdi osztani az észt, és olyan majmokat is befogadnak oda, mint például én. És megyek a robottal, ott lesz a kutya is, ha minden igaz, vagy legalábbis a kutyáról beszélni fogunk, úgyhogy nagyon aranyos. Szóval köszönjük, hogy velünk voltatok, ha a téma érdekel titeket, akkor a videó alatti linkre mindenképpen kattintsatok november 10-én, 18 órakor, mi pedig mondjál valamit. Mi pedig majd jövünk vissza újabb izgalmas izgalmakkal. Sziasztok! Hát, de Bostonban nem gondolták volna, hogy egy nap majd... Szexi csokoládé! Szexi csokoládé!